Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban mikrotanulási stratégiákat fogok bemutatni neked. Nos, nagyon sokan panaszkodtok nekem arra, hogy amikor a nap végén hazaértek a munkából vagy az edzésről, akkor már olyan fáradtak vagytok, hogy egyszerűen nincs erőtök kinyitni a tankönyvet, és nincs erőtök angolozni, vagy közbe jön mondjuk valami fontos vagy halaszthatatlan dolog, ami szintén elviszi a figyelmet az angol tanulásról, mit lehet ebben az ügyben tenni. Nos, van megoldás, ez pedig nem más, mint a napközbeni mikrotanulás. Mit jelent ez? Mindenkinek vannak a nap folyamán üres járatai, 5-10 szabad perce, amit én azt látom, hogy a többség elfecsérel a közösségi médiára, vagy egy közös baráti hűlésre, vagy cigizésre. Pedig, hogyha tudatosan kihasználod ezeket a lehetőségeket a nap közben, akkor nagyon-nagyon sok időt fordíthatsz az angol tanulásra. Mielőtt elkezdjük a felsorolást és elmondom a módszereket, szeretném azonban tisztázni, hogy ez soha nem lesz olyan hatékony, mint hogyha szombat reggel 8-kor frissen kipihente leülnél, és mondjuk 2 vagy 3 órát az angol nyelvrel töltenél, vagy az angolozásra fordítanál, de a semminél mindenképpen jobb és hatékonyabb. Úgyhogy nézzük az 5 plusz 1 módszert a legegyszerűbbektől a bonyolultabbak irányába. Első számú lépés, böngész angol nyelvű híroldalakat. Nos, általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi hírek ugyanazok lesznek magyar nyelven is, mint mondjuk angol nyelven. Tehát miután elolvastad a magyar nyelvű híroldalakat és tájékozottál, semmi más dolgod nincs, mint átmenni egy angol nyelvű híroldalra, és megnézni, hogy ugyanezeket a vezető híreket hogyan írták le angol nyelven. Nagyon sok híroldalt tudsz találni, én egyet, a CNN linkjét betettem ennek a videónak a leírásba, úgyhogy mindenképpen érdemes mondjuk ezzel az oldallal kezdened. Kettes számú lépés, hallgass angol nyelvű podcastokat. Nos, ma már szinte valamennyi témában elérhetők angol nyelvű podcastok, vagyis audio tartalmak. Úgyhogy egész egyszerűen nincsen más dolgod, mint a Google keresőibe beírni a hobbidat angol nyelven, utána írni egy plusz jelet és beírni a podcast szót. Biztos, hogy nagyon sok találatot ki fog dobni a Google. Általában ezek a podcastok hosszabbak, mint 10 perc, de nagyon jó dolog az, hogy bármikor megállíthatod őket, és mondjuk pár órával később visszatérhetsz hozzájuk, és folytathatod a hallgatásukat. Harmadik számú stratégia az Anki. Néhány héttel ezelőtt ajánlottam figyelmedbe egy fantasztikus szótanulási és szóismétlési applikációt, az Ankit. Ha esetleg nem láttad ezt a videót, szintén a leírásba betettem az Anki linkjét, tehát el tudsz kezdeni vele dolgozni. Most nem fogom megismételni annak a videónak a tartalmát, de egy 5-10 perces szünet tökéletesen arra, hogy átismételd és felelevenítsd a számodra fontos vagy nehézséget okozó angol szavakat napközben. Negyedik számú stratégia, nézz reklámokat angolul. Ez a lépés inkább a szórakozva tanulás kategóriájába tartozik, de ugyanolyan hatékony, mint hogyha mással foglalkoznál. Nos, a YouTube-on rengeteg érdekes, szórakoztató és vicces reklám válogatást találhatsz angol nyelven. Fontos tudni, hogy az angol a commercial szót használja a TV reklámokra. Tehát, hogyha a YouTube keresőjébe beírod, hogy Funny Commercials 2019, biztos, hogy nagyon sok hosszabb és rövidebb válogatást találhatsz nagyon gyorsan. Úgyhogy semmi más dolgod nincs, mint ezeket a reklámválogatásokat megnézni egyszer, vagy akár többször is, és megnézni, hogy milyen kifejezéseket, milyen szavakat használnak az adott reklámban. Az ötödik tanács pedig, gondold végig, hogy mi történt veled aznap angolul. Talán egy kávé mellett te is végig szoktad gondolni az aznapi eseményeket, vagy fejben végigpörgeted,
hogy milyen feladatok várnak rád aznap délután, vagy esetleg másnap. Nos, semmi más dolgod nincs, mint ugyanezt megtenni angol nyelven. Gondolj arra, hogy van egy külföldi barátod, egy külföldi ismerősöd, aki megkérdezte tőled angolul természetesen, hogy milyen napod volt, vagy milyen lesz a holnapi napod, te pedig fejben végig gondolod, hogy mit válaszolnál erre a kérdésre angol nyelven. Nagyon jól lehet a különböző igeidőket gyakorolni ezzel a módszerrel. És ahogy említettem, most jön a plusz egy tanács, kombináld ezeket a módszereket. Úgy tudod a legtöbbet kihozni az angol nyelvű napközbeni mikrotanulásból, ha kombinálod a fent említett 5 módszert. Egyébként így sokkal érdekesebb is lesz a tanulás, minthogyha csak kizárólag az egyiket alkalmaznád, tehát böngész angol nyelvű híroldalakat, nézz angol nyelvű reklámokat, hallgass podcastokat, és ankizz minden egyes nap angolul. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!